amennyire kevés ruhát, páncért lehet hordani, mert a bundámban így is dögmeleg lesz. Jó, hát hogyha így nézel ki, az őrök azért ilyen érdekes pillantásokat vetnek felé, de nem igazán... Hogy csak így lepicottak rájuk. Ezt már megszoktad, hogy azért így megnéznek az emberek maguknak, de szerinted láttak már ők furábbat. Legalábbis te rögtön látsz furábbat. Mint olyan, például egy embert, aki majmokkal zsonglőrködik az utca közepén. Van egy majma, aki zsonglőrködik, vagy majmokkal zsonglőrködik. Dobálja a majmokat. Igen. Fantasztikus. Oké, és nem ő az első ilyen furcsaság, amit láttok. Kígyóbűvölő jobbra. Egy ember, aki állítja, hogy repülő szőnyegeket árul. Láttok ezen felül még rengeteg bolt bal irányba. Jobb irányba nem árusok vannak, hanem jó eséllyel. Hát ti ilyen... mint hogyha ilyen iparos mestereknek az utcája lenne, ahogyan így ráismertek így otthonról, úgymond azt tudjátok hasonlítani. Mindenféle kovács, rézműves, bőrműves lehet látni, de hatalmas tömeg van, tehát elképesztő. Tehát egy ilyen egy négyzetméteres kocka vagy, és körülötted minden tele van embere. De csuri, gyerekek szaladgálnak az utcákon. Bocs, még annyi, az fontos, ezt látjátok, hogy a tetőkön is vannak őrök. Uh-huh. Tehát az épületek tetejéről is vannak őrszemek, akik figyelnek. Akkor ekkora tömegben lehet, hogy hasznunkra válik az, hogy ez ilyen dögmelegben a bundám alatt én lehet, hogy büdösödöm. Én kihasználom, hogy Olaf nekem ott vágja az utat, és nekem nem kell szenvednem. Jó, rendesek. Nem vagyok túl empatikus, én tolom félre az embereket. Hát én meg mögötted megyek, és... Ahogy így szép lassan elsétálunk a majmos fickó előtt, én így megállok és... Egyébként hova megyünk most? Konkrétan megkeressük a kastélyt, ahonnan ki kell szabadítani a csajkát? Megyünk be városba és felfedezzük, nem? Ja. Biztos, hogy meg kell nézni alaposan a helyet, és körbe kell szaglászni, és ott nem tudom... Én csak ezt gondolom, mielőtt bejöttünk a városba, előtte megbeszéltük, hogy mi a tervünk, célunk. Hogy közben felhúzódunk. Gondolom szerzünk magunknak egy szálláshelyet, amit használhatunk földi szállásnak. Jó. Az jó. Jó, akkor ezzel a mentalitással töröm az utat a legközelebbi ivóhoz, Csehóhoz, ahol... Aha. Sőt, nem is a legközelebbi az, hanem megpróbálok minél hamarabb kicsit ilyen lejjebb szakadni egy ilyen kisebb buszáskára, egy ilyen kicsit eldugottabb fogadóhoz. Oké, rendesek. Ahogyan haladtok tovább... Igazándiból rengeteg ilyen mutatványos van. Láttok egy fiatalabb gyereket, akivel lehet itt a piros hol a pirost játszani. Láttok egy másik fiatalabb lányt, aki valami más ilyen golyós játékot játszhat emberekkel. Tehát nagyon-nagyon élő. Tényleg nagyon-nagyon élőek az utcák. Ami nektek azért fura, mert így kettő dologra hagy következtetni. Egy, vagy valamilyen ünnepnap van, és azért van ilyen szintű élet. Uh-huh. Ami nektek nem könnyíti az életeteket. Hát kettő, hogy nem ünnepnap van, hanem itt mindig ilyen az élet, és ez fura. Mert éjszakon ilyen nincs. Ott unalom van. És leginkább az átlagos drownerek a mocsárból. Tehát ez a leginkább izgalmas dolog, ami történik. Jó. Láttok tűznyelőt, aki ott van, és különböző trükköket mutat be. Láttok karnyelőt, láttok egy késdobálót, aki egy kikötözött kereskedőre dobálja a késeit. Persze körbe, tehát hogy félreértés ne esik. Inkább mint a tőpére. Több utcai zenésszel találkoztok, akik különböző egzotikus hangszereken játszanak. Többről te azt tudod, hogy micsoda. De egy nagyon érdekes ilyen mély zsongó hangot ad ki többségük. Itt a délieknél mennyire lehet közöttük észrevenni akár törpeket, akár elfeket? Kérdés az érdekes, törpéket látsz többet, gnómokat rengeteget látsz viszont. Nehéz megkülönböztetni a kettőt, bár te neked azért van benne tapasztalatod, egyértelműen több gnómot látsz, mint törpét. Jó, hogy törpéből látsz egy párat, de nem sokat. Elfeket is lehet azért látni jó párat. Úgyhogy szabadon jár kell mindenki az utcán.
Így. Hát úgy nem annyira erőzős a rasszos, mint fönn nézek. Nem, az egyértelműen lejön, hogy nincsen egy ilyen erőteljes ellentartás a fajok között, az ott megvan. Mennyit lehet tudni itt a déliekről a vicsereket, és jobban megtűrik itt? Fingod nincs. Ofirról annyit tudsz, hogy nem szokott lenni, tehát nem tudsz róla, hogy lett volna erre fel egyetlen Witcher iskola. Mm. Valaha is. Tehát, hogy jó esélyt látsz rá, hogy van alternatív módjuk. Vagy erre fel lehet, hogy szörnyek sincsen? Ha, ugyan már. Szörnyek mindenhol van. Szörnyek, itt a Jean. Meg itt vagy te, tehát most már van szörny. Na, én Witcher vagyok, nem szörny. Mit szeretném volna kellene? Én igazából egy kicsit leszakadozom, és annyira élvezem ezt a sok színt, sok embert és sok mutatványt, hogy minél egyenként kicsit így pengetek egy ezüst termét, hogyha nagyon ügyesek. Szóval, te megakadsz a majmoknál. Állok a majmos előtt és bámulok. Te megakadsz mindenkinél, aki viszi. Annyira menni. Te legalább követsz. Én próbálok a nyomodban maradni, és törni előre. Jó, figyelj, könnyű a nyomodban maradni, mindenkit félretalak, és utána egy idő, mire azok visszazárnak. Működik, egy streetwise dobást kérnék tőled, jó? No. Csak ugye tőled is streetwise kérek, intelligence alapú. Az 2m30-on ma még elég messziről kiszúrhatom, hogy ötöm meg. Igen, fontos, az egyes az ugyanúgy kritfaj jelen a D&D. Akkor dobok még egyet? Igen, és ezt levonod. Igen. 13. Akkor 4. Négy. Ja nem, várjál, mínusz kettő, akkor kettő. Kettő? Te most jó. Hetet kellett levonod belőle? Hát azért, mert egy ötös levontam, és még kettő mezős a skill-em. Kellemes. Jó, rendben van. Igazándiból... Wow! Igen, téged nagyon elbűvöl az egész, amit körülötted lemegy. Azért a bárdot is elkapja a fantáziáját a dolog. Ahogyan, hát így szétszakadozva, de azért így nagyjából egy kupacban tudtok valamennyire haradni, és elértek egy piactérhez, ahol azért kicsit nagyobb a nyugi. Uh-huh. Tehát az egyértelműen feltűnik, hogy ez ilyen tereken, ott nincsen akkora tumultus. Az emberek legfőképpen pihennek, pálmafák vannak a térre beültetve, szökők úttal a közepén, hatalmas nagy tornyok veszik körbe, amelyeknek a tetején úgy látok őrszemeket, akik figyelnek. Plusz mellette, amit lehet látni, az, hogy így nagyjából már megszokjátok, hogy az öltözködés is nagyon más. Tehát ténylegesen ilyen hosszú, kaftános ruhákat hordanak az emberek, köntösöket, minden színes, elképesztően színes az egész, ahogyan haladok rajta, még nagyon kevés barnát, feketét láttok, rengeteg türkíz, narancs, rózsaszín. Inkább a világosok, amik nem annyira szívják a meleget. Mi? Igen. Rengeteg világos szín van, rengeteg ezüsttel, aranyjal díszített ruha van. Tehát te nem is érted, hogy nem lopták még le róluk. Tehát, hogy neked ez az első. Fél, hogyha mindenkinek van ilyen, akkor... Hát persze. Akkor nekem nem fog kelleni. Akkor nem kell neked. Persze, így van. Hát igen. Nos, ami érdekes, az benne, ahogyan haladtok itt ezen a téren át, hogy most már láttok olyanokat, akik mint hogyha tehát ilyen te esküszöl rá, hogy ez egy kocsma kéne, hogy legyen. Ugye a feliratokat nem tudjátok elolvasni, tehát hogy ez nem segíti a helyzetet. De zenét hallasz bentről, és emberek ülnek és isznak, tehát hogy ez kéne, hogy legyen az, amit te keresel. Aha. Mint olyan. Kint a épület előtt. Ez egy jó 3-4 emeletes ház. Uh-huh. Ja, igen, az fura mindegyik azoknak, hogy rengeteg emeletes ház van. Uh-huh. Tehát, hogy több emeletes házak, azok alapvetően nagyon ritkák északon. Az meg, hogy ilyen szinten, az meg nagyon-nagyon idegen nekem nektek, hogy így fölétek tornyosul a város. Jó. Te ide bemész? Vagy? Hát szerintem akkor, hogyha ez néz ki úgy, hogy kocsmának, per fogadónak, per szálláshelyes ivónak, akkor a bejáratánál megállok, megfordulok, hogy azt hiszem, hogy hol vannak a többiek? Hát igen, nagyjából így eltelik egy jó 4-5 perc, amíg a mágus ilyen nagyon lelkes tekintettel így
besétálni, meglátni, hogy oh, tényleg dolgunk is van. Kicsit összevásároltam néhány ilyen nagyon szép elményes. Ilyen valami fura gyümölcs, valami tatójának szerintem olyasmi, de nagyon-nagyon megkóstolod. És a lámpásod megvan még? Nem, nem lopták ki a zsebedből? Megvan. Ah, megvan. Akkor igen. Kérdezted, hogy megkóstolod? Ja, jó. Úgyhogy elvezek a tatóját és... Letudtuk a fontos rét, ja, hogy lehet az egyéb, tudod. Ja. Fogok egy datóját, és igazából szerintem nem lehet azért, hogy ízlege vagy, nem csak egy... Elkezded reakciálni. Jó. A medve azt szedett szeretni. Belső ropogós. Te se jársz messze mögötte. Szerencsére könnyen követhető vagyok. A majmok azok neked így megfogták a fantáziádat, tehát hogy... Te ilyet még életedben nem láttál, mint állatot. Azt hittem mást mondasz. Képe... Mi? A majmok megfogták a fantáziádat. Jaj, ne. Okay. Pusztustalan állat. Fúj. Bocsánat. Helyes. Szóval... te is felzárkózol többiekhez. Néha egy kicsit így fejjel törsz utat magadnak. De ami nagyon izgat téged, az az, hogy hogy a francba képesek ezek ilyen hangszereket csinálni. Tehát elképzelni nem tudod, hogy ez hogy lehetséges. De ahogyan felzárkózom melléjük, így igazániból újra csatlakozik a kis csapat. Egy csapat gyerek elszalad előttetek, fogócskáznak jó eséllyel. Legalábbis olyasmire hasonlít a mozgásuk. Látok egy csapat tevés lovast, akik így keresztül nyargalnak, úgymond egy lépdelésben át nyomják magukat a téren. Fegyveresek ülnek rajtuk, kékszínű ruhát viselnek, ahogyan ott ülnek. És hát szépen akkor nem tudom, hogy bementek, vagy... Ja. Hogyha ez ilyen fogadó kinézetű, akkor határozottan. Emberek ülnek és isznak. Ez az, ami ott van. Bemegyünk, és nagyon reménykedem benne, hogy beszélik az északi között. Föl vannak készülve a turizmusra. Úgyhogy oda megyek a falakihez, aki illetékesnek tűnik. És lassan szobát szeretnénk 4 főre, meg egy kutyára. Egy hétre. Bocsánat, de ez nem északi, ez magyar. Jó! Ez a BKV ellenőr és a turista kapcsolata. Ne. Jegyed el! De azt mondom, hogy ebben a stílusban, hogyha nem ismeri a közösség, és könnyen rájöhessen, hogy mit akarok. 4 főre, szoba. Nem, először nem mondok, de először csak mondom. Jézusom! Szóval egy fiatalabb srác állok, és mutogattok neki, ő meg mutogatja, hogy hát ti kérde, mert ez megfordulok, kimegyek, és keresek egy másik helyet. Én megpróbálom elrösszni így. Mit csinálsz? Hát ugye van ez az elder nyelv, vagy nem tudom. Igen? Én megpróbálnám azzal, hogy 4 fő szoba... Csak ezt a 2-3 szót. Sezi fogja... Hátra megy. Előre tol egy ilyen hasonló kisöreget, mint akivel találkoztatok az úton. Turbános kisérek, pislog rád szerencsétlen. Mondja, hogy... Már? 4 főre, szoba. Szoba! Szoba. Pssst! Elkezd üvölteni teli torokból a gyerekkel, hogy elkezd csapkodni a fejét non-stop, tehát a 10. pofonnál jár. Ez most az északi közös nyelven mondtad? Ne, Elder Speech. Elder Speech elkezdi gyapni a gyerek fejét teljes erőből. Hátra rugdossa a tatter, így megfordul. Eltűnt egy lakpont. Igen, eltűnt. Igen. Matching. Mikor valami felháborító dolgon lehet. Ja. Oh. Te is a fantáziád. Ja, szóval... Ezért már egyet elvesztettem.
Hát akkor ne csinálom. Igen, és akkor nem veszítesz még egyet. Jó, szóval fogod magadat, igazániból elkezdened neki ezt magyarázni, és látod, hogy a kisöreg az elkezd mindenféle ilyen kulcsokat, meg, meg kis tálakat kipakolni eléd, össze-vissza. Nagyon töri a, az elfeknek a nyelvét, de igazániból annyit tud mondani, hogy szoba, fenn! Harmadik! 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 Köszönöm! Visszahívom valahogy Olafot, hogyha még nem ment olyan szépen. Hát, hogyha hallottam, hogy megfordult, elkezdesz beszélni izjén, a pasi meg reagál, akkor megtorpanok, mert én is beszélem az ősi nyelvet. Az egyetlen nyelv, amit fölvettem az ősi. A jelek miatt gondoltam, hogy illik vagy kell a Witcher traininghez. Nem lehet. Úgyhogy hallottam, hogy, hogy erre reagál, akkor, akkor megállok, visszafordulok, várom, hogy lerendezz, és akkor utána indulunk föl, akkor visszaköszönök én is az ősi nyelven, hogy közke. Megvan a kulcs, megyünk fel, megnézzük a szobákat. A harmadikon. Jó, hát ahogy mentek felfelé, ezért lehet látni, hogy többen így, így utánatok fordulnak, meg így pusmognak, hogy ki a francok vagytok ti. Nem lehet eldönni, hogy kikelti a legnagyobb feltűnést közületek. Ha valaki nagyon-nagyon így megbámul engem még azelőtt, hogy, hogy odaérnénk hozzá, akkor amikor odaérek hozzá, akkor csak odahajolok, hogy Witcher munka. És közben nyúlok a karthoz. Csak ennyi. Witcher munka. De nem fenyegetően, hanem csak ilyen... Hát ez hogy lehet? Nem fenyegetően mondani. Nem kell, hogy nem fenyegetően nyúlsz a karthoz. Jó. Mentek fölfelé. Többen jönnek szembe. Láttok egy családot, akik jönnek lefelé kisgyerekkel. Kisgyerekkel ugyan így fogja az anyja, így néz rá. És így fordul a mamához, mond valamit, fingod nincs, hogy mi az, de nagyjából úgy hangzik, mint hogy azt mondja, hogy mami, kérhetek én is egy ilyet? Jó, akkor egy... nem, semmi. Rájöttem, hogy hármas empatimban nem fogok a gyerekkel játszadozni, meg szórakozni. Persze. Jön lefele ezen felül egy idősebb házas pár, akik látjátok, hogy kézen fogva jönnek, de egy óvatosan félreállnak, elengednek benneteket. Jön egy csávó, egy ilyen kézi lanta. Fütyörész fel, halad lefelé. Viszont belefütyörök a dalába. Mi csinál? Belefütyörök a dalába. Megpróbálom elkapni a ritmust, de valószínűleg nem tudom elkapni a ritmust, úgyhogy... Na de kérem! Ez közös nyelv? Igen, északi jól szólal meg. Na végre valaki beszéli az emberi nyelvet! Hát... Felháborítónak tartom, hogy a maga fajta piperkőcök, maguk két kardos fejjázó senki házik, állandóan így viselkednek a művészetekkel szemben. Itt minden zenész ilyen Nem, itt nem minden zenész ilyen kedves barátom, de látom, hogy maga nem értékeli kellően a művészeteket. Bocs. Mondjuk, mit is vártam egy törpétel? Többet. Maradjuk ezen a fel magam? Igen. Jól van, zenepárbaj, most! Előveszem a frissen vásárolt dobverőimet. Nem. Nagyon egyszerű. Nincs szüksége arra, hogy bizonyítsa nekem a hatalmas tudását. És ez után elmegy? Nem, mindjárt áll és így néz rám, félmosolja. Hányadikon vagyunk most? Másodikon. Jó, akkor igazából ahogy ez így odaáll eléd és így... Én... Reagálsz rá? Igen. És így tovább megyek. Helyes. Ahogyan tovább lépsz, teszek két lépést. Ismerem el a munkáját, Junior? Igen, nem tudtam, hogy fenn vagyok Spotify-on. Ez nem annak a lényege. Ez pusztán csak köztudat. És tisztesség. Ténylegesen erős... Elterjed a hírem? Király! Én már hallottam magáról. Sőt... Részvétem. Magáról is hallottam már egyet s mást, kollega. Részvétem. Az... nem tudom. Emlékeztet engem néhány régi ismerősömre. Fel se tudja.
Na, erre nem érjünk rá. Oké. Okay. Oda tolom a falra, és így megyek a szoba irányába. Jaj! Oké. Elnézését kérem. Elnézését kérem az ismerőseimmel kapcsolatban. Mégis, ki maga? Én egy művész lélek vagyok. És nem teszem ki magamnak, holmi surmók társaságában, ilyesminek. Adjő, uram! És elindul lefele. Hát, csak úgy jön. Megvárom, hogy így, gondolom elkezd lépdelni, egy picit így csöndben nézzük, majd odafordulok a többiekhez. Elterjedt a hírem. Ámulatos. Megdobogatom a vállát, hogy ja, de mennyi. Ja, rémtalom, hogy na, indulj meg. Szóval ennyire nem kell sietni, csak szobát nézünk. Ja. Azt mondtam, hogy fel kell deríteni a... a vörös lámpás negyedet. Oh. Itt leszünk egy darabig, tudni kell, mi hol van. Jó. Ahogy a haladtok föl a harmadikra, halljátok, hogy ahogyan a zenész kollega leér, lehet hallani, hogy valamit elkezd énekelni. Nem is olyan rossz. Nagyon rossz. Snob szar az egész. Ahogyan felértek, látjátok, hogy több szoba van. Zeneből három kulcsot adtak nektek. Három kulcsot? Három kulcsot, igen, négy ötöknek, igen. Öt szoba van összesen itt van ezen a szinten. Rövidke folyosó, szőnyeggel van fedve középen, kőből vannak a falak, amelyeket valamilyen anyaggal le vannak messzelve, hogy megérinted érzed, hogy meglepően hideg a fal annak ellenére, hogy azért tűz alap, mint a hétszentség. És igazándiból azt látjátok, hogy a három jobb oldali szoba a tiétek, kettőt bal oldali, ez valaki másé. Jó eséllyel. Jó, milyenek a szobák? Három egyágyas, vagy három kétágyas, vagy franciágyas? Van egy hatalmas nagy franciágyas, van egy négyágyas szoba, illetőleg van, de az a négyágy az... ez olyan, hogy az téged nem bír el. Nem? Az téged nem... igen, igen, az kicsit ilyen preachesebb. Illetőleg van még egy szoba, amiben meg úgy vagy van, az kettő szobás, ez egy nagyobb. És az egyik szobájának van egy erkélye, ahhoz tartozik egy darab kisebb ágy, és van egy kétágyas mellette szoba, ami van. Tehát akkor, ha jól számolom, akkor mi négyen kaptunk 8 főnyi ágyat? Jó. Ez drága lesz. Hát, hups. Csávó fizeti, nem? Hát, amúgy meg... igen. Ha ennyiből telik, egy kis ideig a vendégeim vagytok, aztán majd úgyis, hogyha visszakapjuk a jussunkat, majd úgy osztjuk, hogy... a aki a annyi... jusson, meg ő is. Aki a mennyi... pláne! Bocsánat. Folytasd. Szóval, azt hiszem, mi megegyezhetünk abban, hogy te megkapod azt a francia ágyat. Egyedül. Nem ára, Max, ilyen magyar. Figyelj, ha gondolod, rád fekszem, de azzal nem jársz jól. Komiért a karaktered mennyire szép? Ilyet kérdezni egy nőtől. A karaktered. Karizma. Ne. Nem, hát alapvetően ugye a külsődnek az értéke, ez ugye empati meg igen? Mondják, de azok átlagosan nem kérdezik. Nem azt, hogy egy tízes kockával dob, és lagos. A hányás a tízes skálán? Egy kicsit csinosabb, mint az átlag, úgyhogy úgy nem egy ilyen hüde-hüde. Erkélyes szoba. Szerintem én egyedül elpróbálnám az egyiket, köszönöm. Nem állhagy neked. Oké, hát akkor a nyolcágyas az. Négyágyas az. Az öné hölgyen. És akkor te a bárdal osztozol a két szobáson. Jó, nekem van annyi empat, vagy annyira kevés empatim, hogy nem fogom fel, hogy ez itt mi volt. Akkor mi megyünk az RKS-be? Megyünk az RKS-be. Ez az. Jó. Melyikőtök megy az RKS szobába? Én. Úgy tűnik. Te mész? Jó. Én szeretnék. Oké, szuper. Az RKS közvetlenül a térre néz. Jaj, de szép. Nem fogsz tudni aludni.
ott fogok majd kávézgatni, amit te szenved el a francia ágyadban. Miért szenvednék a francia ágyban? Mert csak... Ha nem azok a franciában, azért van, mert nem egyedül vagyok. És az nem szenvedés. Jó. A másiknak lehet, hogyha karmolom a hátát. Szókmókotokat szépen lepakoljátok mindannyian. És egy picit ledöltök pihenni egy órára, mindenki kicsit azért így megszokja a körülményeket. Hát ez a meleg, ez akklimatizálódni kell. Az biztos, az aztán, biztos. Aztán utána egy megbeszélést szeretnék majd összehívni. Jó. Hát szépen akkor a te szobádban van is egy nagyobb asztal, akkor egy órával később leültök. Én még szeretném, amíg ott egy óráig kicsit pihenünk, azért az első 5 perc, 10 perc az abból telik nekem, hogy megnézem, hogy van-e valami titkos átjáró, hogy másik szobában. Paranoiás a karakter. Jó, oké, rendben van. Jó, hát nézd, ez borzasztó egyszerűen, hirtelen nem is tudom, mit dobjál rá. Ezt láttátok? Én láttam. Ez egy tonna! Jé, az most esetlen? Egy trapcrafting dobást kérnék. Ja, hogy fönt tökre nem egy drogtanya van. 10. Jep. Biztos, hogy nem. Lágy alatt. A fügyőt. Nincs. Csapdát nem találsz, átjárót se találsz. Hát akkor lepihenek, és aztán majd csatlakozom a gyűléshez. Jó, oké, rendben van. Még a gyűlés előtt szerintem lemennék a kocsma részre. És kitenném a csizmámat. Na most, amikor lemész, azt látod, hogy van egy kisebb ilyen színpad, mint olyan minden a kicsi emelmény sarokban, és a kollega, akivel beszéltél, az ott ül, játszik és énekel.